A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, tehetséges diákokat toborozza a Mátyás Corvinus Kollégium. Vendégem a stúdióban Östör Anna Mária, az MCC Székesfehérvári kirendeltség vezetője, és Sándorovics Tímea, az MCC Fiatal Tehetség Programjának a Székesfehérvári régió vezetője. Köszöntöm Önöket itt a stúdióban. Ugye mondom, hogy tehetséges diákokat toborozza a Mátyás Corvinus Kollégium, de hogy mióta is van itt ez a Mátyás Corvinus Kollégium, amiről szerintem már sokan hallottak, de lehet, hogy még sokan nem. Mióta van itt a városokban? Akkor kezdjük onnan, hogy a Mátyás Corvinus Kollégium már 25 éve foglalkozik a tehetségekkel, egy magán alapítványból nőtte ki magát, és most már Magyarország és a Kárpát-medence legkomolyabb tehetséggondozó intézménye. Foglalkozik egészen a felsős korosztálytól, középiskolásokon át, egyetemistákkal, de posztgraduális képzések, vezetőképző, roma tehetségprogram, női vezetőképző, ezek mind a profiljában vannak. Először a Tihanyi Alapítvánnyal kezdődött, tulajdonképpen egy tihanyi nyári táborral, és onnan először budapesti egyetemi program lett, utána kezdődtek a különböző korosztályok, és amikor már ez egy bejáratott rendszer lett, akkor kezdték el a vidéki központok létesítését. Most már majdnem minden megyeszékhelyen van. Székesfehérvár az elsők között volt. Itt 2021-ben kezdtük a fiatal tehetségekkel. Hogyan került Fehérvárra az MCC? Miért volt fontos, hogy itt a városban legyen egy ilyen központja az MCC-nek? Az MCC-nek is nagyon fontos volt, hogy minden megyében részt vegyen, és hát ezért Székesfehérvár azért híres arról, hogy befogadja az új ötleteket, nyitott a jóra, lehetőségek vannak, sok tehetséges diák van, úgyhogy a távolság miatt is eléggé evidens volt, hogy Székesfehérvár az elsők között kezdje ezt a programot. Egyébként csak egy kis érdekesség, hogy ezt a COVID időszakában kezdtük el. Tehát még online felvételiztettük a diákokat, és egy darabig online volt az oktatás is. Nem volt könnyű időszak. Most fiatal tehetségeket keresnek, ugye a fiatal tehetség programban. Milyen korosztályt keresnek, és hát milyen kurzusok vannak, vagy lesznek? Igen. A fiatal tehetség programban most negyedikes kisdiákok toborzása történik. A felsős évfolyamos diákok tehetségprogramjának fejlesztésével foglalkozunk. Ez a tehetségprogram egy előremutató, inspiráló, ingyenes képzés, amely minden második héten szombaton történik az intézményünkben. Volt egy nyílt napja, illetve vannak nyílt napok egyébként, amin lehet érdeklődni a tehetséges gyerekeknek, vagy a szülőknek is egy kicsit bepillantást nyerhetnek, hogy mi minden történik a Mátyás Corvinus Kollégium fehérvári kirendeltségénél. Ott jártunk a nyílt napon, ami nem olyan régen volt, és most ezzel kapcsolatban akkor ezt a bejátszót nézhetik meg. Fehér köpenybe öltözve, védőszemüvegben, kísérletekkel pillanthattak be a természettudomány világába a gyermekek. A negyedikeseknek tetszett az, amit láttak, tapasztaltak. Nekem az, amikor durrantottunk egy nagyot, meg amikor a buborékok pattogtak a köpenyünkön a lávalámba, meg amikor a buborékot reptettünk a köpenyünkön. A diákok másfél órában bepillantást nyerhettek a kurzus menetébe. Megbeszéltük természetesen a tapasztalatokat, a magyarázatokat, és ők csinálhatták meg saját maguk, foghatták meg, élhették át az egésznek igazából a varázsát, amivel foglalkozni fogunk. Ugye az a célom, hogy megszeressék a kémiát, mire már hetedik osztályba mennek, ne legyen eleve elrendelt valami, legyen egy távlati dolog, hanem tényleg már az izgalmas részét, hogy mennyire csodálatos a világunk, azt fedezzék fel. Például izopropil alkohollal, az
tisztaprapilakat gőzét gyújtottuk be, csináltunk olyan buborékfújót, ami pattogott a ruhájukon, akkor lávalámpát készítettünk közösen. Mindegyik úgy gondolom, hogy nagy élmény volt nekik. A nap során a robotika alapjait, az elméleti tudnivalóit is megismerhették az érdeklődő fiatalok, a gyakorlatban is kipróbálhatták és építhettek robotokat újra hasznosítható anyagokból. Ezek a robotok készülhetnek például egy üres gyümölcsös leves dobozból, vagy akár egy tejfölös pohárból, de ugyanúgy ezek a robotok programozhatók, irányíthatóak, tehát ugyanolyan funkcionalitással bírnak, mint egy bármilyen más anyagból készült robot. Így a gyerekek elsajátítják azokat az alapelveket, ami egy robotépítéshez szükséges, viszont ezeken az anyagokon szabadon kiélhetik a saját kreativitásukat, hiszen ezeket az anyagokat lehet vágni, ragasztani, lehet rá rajzolni. Tehát a lányok is sokszor nagyon élvezik ezt a dolgot, hiszen ha elkészítenek egy robotot, akkor utána egy kis saját személyiséget tudnak vele teremteni. Egyrészt a robothoz készített vezérlőprogram megírásával, másrészt pedig magának a robotnak a külcsínjének a kialakításával, tehát vannak olyan robotok, amelyek szemet kapnak, hajat kapnak, fület kapnak, és nyilván mindegyik robotot el is nevezik a gyerekek, és sokszor érzelmileg is elkezdenek hozzá kötődni. És ezt nagyon jól ki lehet használni arra, hogy a gyerekek hajlandók mindent megtanulni a természettudományos tárgyakból, hogy ezeket a kis robotokat a sajátjuknak tekinthessék, és úgy irányíthassák, ahogy ők szeretnék. A gyerekeknek egy ízelítőt szeretnénk adni. Két alkalomról van szó, két szombati alkalommat foglal magában ez a kurzus. Az első kurzuson megismerkedünk a robotoknak a felépítésével, milyen alkatrészekből készül egy robot, milyen módon kell egy algoritmust elkészíteni egy robot programozásához. És ez olyan szempontból is hasznos, hogy itt a gyerekek nem csak a robotépítésnél tudják használni ezt az algoritmikus gondolkodást, hanem akár a saját életükben, hogyha van egy kis feladat, amit ők megkaptak, akkor későbbiekben ezt is könnyebben le tudják bontani egyszerűbb feladatokra. A második kurzuson ott pedig a robotok érzékelésével ismerkednek meg a gyerekek, hogy egy robot milyen módon képes érzékelni. Olyan érdekes témákról is beszélgetünk velük, hogy egy robot például képes-e fájdalmat érezni, vagy akár valamilyen szeretetet, vagy gyűlöletet. Tehát itt a gyerekeket nagyon érdeklik manapság a mesterséges intelligencia kérdései, és az, hogy egy robot mennyire képes fejlődni, és mennyire képes hasonlóvá válni egy emberhez. A robotika kurzus is várja a diákokat szeptembertől, két alkalommal foglalkozhatnak majd a robotok készítésével, emellett pedig többek között a média, a pénzügyi, egészségügyi tudatosság, a robotika, a környezetvédelem témakörében szerezhetnek ismereteket. Hát elég színes volt ez a nap, ez a nyílt nap, amin ugye ott jártunk mi a stábbal. Milyennek lehet értékelni egyébként a nyílt napot? Mennyien jöttek el? Sikeresnek lehetett értékelnünk a nyílt napot, hiszen nagyon sok jelentkező volt, és ezért több alkalommal hirdettük meg ezeket a nyílt napokat. Hogyan történik a toborzás így az MCC-hez? Mennyire kellenek mondjuk az, hogy ellátogassanak az intézményekbe, az oktatási intézményekbe? Az oktatási intézményekbe előzetes megkeresés alapján személyesen megyünk a kis negyedikes diákokhoz, és a szóbeli bemutatás után, illetve alkalmával invitáljuk őket, illetve a szülőket a nyílt nap megtekintésére, hogy gyakorlatban is láthassák, hogy milyen kurzusok vannak. Kiket keresnek így az MCC-hez, a Matthias Corvinus kollégiumban? Kiknek szól? Mi az, amit el lehet sajátítani egy-egy kurzus során? Most gondolok itt a fiatal tehetségprogramra, vagy pedig azokra, akik már a középiskolásokhoz tartoznak. A tehetséges diákokat keressük, és ugye ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy a jó tanuló diákokat. Tehát nem feltétlenül, tehát egyáltalán nem kizáró ok, hogyha valaki nem kitűnő tanuló, vagy nem annyira kiváló még az iskolában. Attól, ha csak Einsteinre gondolunk, egy nagyon tehetséges gyerek lehet. Úgyhogy ezt a tehetséget keressük. Erre szolgál a felvételi folyamat, ahol egyrészt egy, hát mondjuk egy IQ-teszthez hasonló felvételi teszt van, de ami nagyon fontos, hogy pszichológusok is interjúzzák a gyerekeket, és csapatban is kell dolgozniuk. Tehát ez annyit jelent, hogy
hogy nem csak az észbeli képességei fontosak a gyermeknek, hanem azt, hogy mennyire képes csapatban együttműködni, és milyenek a szociális készségei. Milyen képességeket vagy készségeket tudnak fejleszteni az oktatók ott egy-egy kurzus során? Az oktatók az élménypedagógia színes palettájából merítik az ötleteket, és a gyerekeknek a világnézetét lehet tágítani, illetve nyitottabbak lesznek az új ismeretek befogadására, megszeretik a kalandokat, a kihívásokat, és nem utolsó sorban azt is, hogy közösségben dolgozzanak. Hogyan kell elképzeljük így az évet, vagy nem, tehát ugye szeptembertől kezdődő évet, ahova ugye most fognak majd felvételizni a diákok, hogyan épülnek fel a kurzusok, tehát milyen időközönként kell, hogy menjenek a gyerekek, milyen napokon van a találkozó? Igen, tehát szeptembertől indul az ötödikeseknél az új évfolyam, és minden második héten szombaton reggel 9-től délután 4 óráig nálunk töltik a napot a kisdiákok. Eközben nagyon sok játékos módszerrel, megtapasztalható módszerrel ismerkednek az adott témakörrel. Délben megebédelünk közösen, délután ugye a fit életmódhoz hozzátartozik a mozgás, az egészséges életmód. Egy órát aktívan eltöltünk a Halesz Parkban, utána visszamegyünk, folytatódik még a tudás, átadás, és aztán délután 4-kor jönnek a szülők a gyerekekért. Hol van a képzési központ egyébként, hogy hol tudnak részt venni a gyerekek ezeken a képzéseken, kurzusokon? Az inkubátorházban vagyunk, egyelőre egy bérelt ingatlanban, de azt már azért elárulhatom a nézőknek, hogy van egy belvárosi ingatlan, amit fel fogunk most újítani, és a tanulásnak, az előadásoknak megfelelően fogjuk tulajdonképpen visszaalakítani, úgyhogy jövő évtől kezdve már a belvárosban leszünk. Ez a középiskolásoknak lesz talán jobb, hiszen a kisdiákokat a szülők hozzák viszik, de középiskolás diákjainknak ez az iskolákhoz közelebb lesz, mindenképpen jobban megközelíthető. Közben még az jutott eszembe, hogy ugye vannak ezek a szombatok, ezek milyen időközönként vannak ezek a szombatok, és hogyha valaki felvételt nyer ide az MCC kurzusaira, akkor mennyire kell részt vennie mondjuk minden egyes alkalmon? Ezek a képzések, kurzusok egymásra épülnek, tehát aki vállalja, hogy részt vesz a programunkban, minden második héten szombaton jönni kell a kurzusokra, tehát hogy részt kell venni. Nyilván betegség vagy valamilyen más elfoglaltságot igazoltan elfogadunk. Ugye lesz egy felvételi, majd egy kicsit mindjárt arról is fogunk beszélni, de hogy ezen a felvételén azt már úgy leszűrik, hogy a gyerekek is akarnak-e menni, vagy csak a szülő szeretné, hogy a gyerekek menjenek ezekre a kurzusokra. Hiszen nagyon fontos, hogy azért érdeklődő gyerekek legyenek ott minden egyes szombaton, amikor van képzés. Igen, igen. Tehát a felvételünk az úgy zajlik, hogy pszichológusaink összeállítanak játékos tesztet, illetve játékos csoportos feladatokat, illetve elbeszélgetünk a gyerekekkel, mennyire motiváltak, mennyire nyitottak az új információ beadására, megismerésére, illetve hogy mennyire szeretnek csoportban dolgozni. Úgy nincs is értelme, hogyha egy gyermek nem akar. De mivel elbeszélgetünk a gyerekekkel, ez ki is derül. Tehát ha látjuk a gyereken, hogy ő nagyon nem, akkor nem fogjuk erőltetni, akkor nem javasoljuk a szülőnek sem. Ugye most van a jelentkezés majd június végéig, ezt majd elmondjuk, hogy pontosan hogyan van a menete. Ezek a negyedik osztályosok, ugye ötödik osztályban elkezdik ezeket a kurzusokat. Meddig tart nekik ez a fiatal tehetségprogram? Meddig vehetnek részt benne? A fiatal tehetségprogramban 5., 6., 7. és 8. évfolyamban kísérjük végig a gyerekeket.
Ez egy életpálya ívelésnek az első szakasza, mert utána természetesen szeretnénk, ha maradnának a középiskolás programban, illetve még az egyetemi programban is várjuk őket. Automatikus, hogyha valaki benne van a fiatal tehetség programban, akkor mehet tovább a középiskolai programban, vagy ugyanúgy van egy felvételi annak, aki elvégezte, vagy végzi a kurzusokat annak van is? Egy felvételi, egy esszét kell írni, bármilyen olvasmány élményről, film élményről, de hát én azt hiszem, hogy aki 4 évfolyamot kijárt az MCC-ben, annak ez nem okozhat problémát, de természetesen a fides gyerekek jöhetnek a programba. Ugye nagyon jól hangzik ez, hogy a gyerekek ennyi időskorban megtapasztalják azt, hogy milyen az oktatási rendszeren túl egy másfajta oktatási rendszerben tanulni, de hogy itt van számonkérés egyébként? Ugye a saját iskolájukban a gyerekek nagyon sok lexikális tudást tanulnak, ami nagyon fontos dolog, viszont nincs annyi idejük arra, hogy olyan gyakorlatiasan megtapasztalhassák a gyerekek a tanultakat. Nálunk nem tankönyvvel és füzettel jönnek a gyerekek, csak magukat kell hozniuk és a jó kedvüket, és a többiről mi gondoskodunk, illetve az adekvát kontaktkurzus indulásával egy úgynevezett e-learning tananyagot tanulnak, illetve oldanak meg online a gyerekek. Ezt természetesen teljesíteni kell. Tehát ha valaki ezeket a foglalkozásokhoz kapcsolódó feladatokat nem oldja meg, ami egy visszacsatolás, tehát ami nem egy magolás, hanem egy visszacsatolás arról, hogy ő mennyire tudta ezt feldolgozni, mennyire volt ott, ezeket meg kell oldani. Különben nem tud a következő évfolyamba lépni. Akkor van számonkérés, csak nem olyan stresszes, hogy beülünk a padba, és ott van számonkérés, hanem hazamegy, egy kicsit leülekszik a gyerekben, és akkor válaszol a kérdésekre. Így van, és van egy bizonyos határideje, amit. Így. És azért majd beszéljünk róla, hogy nem csak a tanulás van, hanem vannak táborok, különböző közösségi programok, és egyébként egy ingyenes nyelvtanulási lehetőség is. Akkor beszéljünk erről. Tehát, hogy hol vannak a táborok, milyen lehetőségek vannak még a kurzusokon kívül? Oké. Az MCC-s diákjaink nyaranta ottalvos táborozásban vehetnek részt. Az idén például Tatára visszük a 5.-7. évfolyamos gyerekeinket, illetve nem csak táborozásunk van, hanem élményprogramokat is szoktunk szervezni, ilyen egynapos élményprogramokat. Budapestre látogatunk, vagy erdei kirándulásban veszünk részt. Nagyon fontos még, hogy a gyerekek heti egy alkalommal, hétköznaponként nyelvi képzést is választhatnak, ami szintén ingyenes. Ez sem lexikális tudást biztosít, inkább a gyakorlati, beszélgetős képzésről szól. És még ehhez a táborhoz szeretném hozzátenni, hogy az MCC-nek azért ez felvállalt küldetése, hogy a határon túli magyarsággal is foglalkozzon. A határon túli felvidéken, Székelyföldön, Marosvásárhelyen is működnek iskolák, és ezeknek az iskoláknak a tanulói szintén ezekbe a táborokba jönnek. Tehát aki nálunk oktatásban részesül, legyen az fites diák, középiskolás, egyetemista, már egy olyan széles ismerettségi körrel indulhat, ami talán az egész életét végigkíséri. Látja, hogy élnek a határon túli gyerekek, beszélgethetnek, kirándulásokat szervezünk oda is, ösztöndíjprogramok vannak középiskolásoknak, egyetemistáknak, úgyhogy nagyon nagy lehetőségeket kínál. Középiskolásaink egyébként volt, hogy nyertek tanulmányutat Délvidékre, például az első világháború magyar emlékeit tekintették meg, egy kislány most jött vissza Isztambulból, de volt, aki Strasbourg, Brüsszel, Zürich útvonalon volt pénzügyi kalandozáson, hogy hihetetlen lehetőségeket kínál. Kik az oktatók, milyen oktatók vannak így a Matthias Corvinus kollégiumnál itt Fehérváron?
Oktatóink mindannyian a megfelelő kurzus tekintetében szakemberek, nem biztos, hogy pedagógusok, de az biztos, hogy az élménypedagógiát ismerik, hiszen erről oktatáson vesznek részt. A tudomány svéd asztalát terítjük, kínáljuk a gyerekeknek kurzusaink alkalmával nagyon sok témában, például egészségügyi tudatosság, pénzügyi tudatosság, média ismeretek, robotika világa, természettudományos kísérletek, mind-mind arról szól, hogy gyakorlati és játékos formában megtapasztalják a gyerekek. És mondjuk olyan oktatókkal, akik például mentőtiszt jön, vagy olyan valaki, aki bankban dolgozik, és több helyen tart pénzügyi tudatosság oktatást felnőtteknek, gyerekeknek. Tehát mindenhol az a kombináció, hogy szakmailag is rendkívül képzett legyen, ugyanakkor ezeknek a pedagógiai készségeknek a birtokában is legyen. És lehet, hogy talán a kérdés erre is vonatkozott, hogy a fehérvári oktatók, Tíme a vezető, ő egyébként egészségtantanár, mentális pszichológiát tanul most is, úgyhogy ő tényleg fértő gondoskodással őrzi a gyermekeket, és rendkívüli empátiával és kedvességgel ő az osztályfőnökük gyakorlatilag. Ugye itt mondta a mentőtisztet, én csak azt tudom mondani, hogy benn voltak az én gyerekem iskolájában, és ahova ő jár, ugye most negyedik osztályos, és jött haza, és mondta, hogy hát te hallottál már erről a Mátyás Corvinus kollégiumról, mondtam, hogy igen, és akkor mondta, hogy hát képzeld el, ott meg tudjuk tanulni, hogy hogyan kell újraéleszteni, és annyira édes. Tehát, hogy valószínűleg tényleg azt a plusz tudást, ezt meg tudják szerezni itt a kurzusokon. Ugye két kurzus, ugye két napos egy kurzus, vagy nem tudom. Általában igen, két alkalommal van egy kurzus, 5.-6. igen. Amikor így találkozhatnak az oktatókkal. Jó, és akkor egy kicsit beszélgessünk a felvételiről, ugye hogyan történik a jelentkezés, kik jelentkezhetnek, akkor mondjuk el még egyszer, és hát hogyan, mi minden szükséges ahhoz, hogy valaki leadja a jelentkezését. Igen, a jelenlegi negyedik évfolyamos kisdiákok jelentkezését várjuk. A fit.mcc.hu honlapon megtalálják a jelentkezési lapot. Jó, és akkor... A jelentkezés határideje, bocsánat, június 30-a. Igen, és hogyha ezt a lapot kitölti a szülő, ugye ezt meg lehet tenni, vagy ott a honlapon keresztül, vagy pedig így postai úton is elküldheti? Igen, vagy megbeszéljük, igen, az elérhetőségemet tudják a szülők. Akkor mennyi gyermeket választanak ki végül, hogy a legtehetségesebbeket keresik, gondolom én? Az évfolyamainkban 25 fő diákot tudunk felvenni a tehetségprogram képzésünkben. Hogyan derül ki az, hogy ki az, aki bekerült? Tehát, hogy ha most beadom a jelentkezést, vagy beadtam már egyébként a gyerekemnek a jelentkezését, akkor őnek még mind kell átmennie, keresztül mennie. Hogyan történik, ugye van egy felvétel, de hogy ez mikor van, mit lehet erről tudni? Így van. Augusztus végén személyesen telefonon megkeressük a szülőket, és megbeszéljük a felvételi időpontokat. Felvételi időpontokba besoroljuk a kisdiákokat, és először egy játékos tesztet és egy játékos csoportfeladatot kell elvégezni, amelyet pszichológusaink állítanak össze, illetve egy motivációs elbeszélgetés alapján választjuk ki a kisdiákokat, hogy kik azok, akik nyitottabbak az ismeretlenre, illetve kik szeretnek közösségben dolgozni. Aki felvételt nyert, természetesen értesítjük, és vannak, akik úgynevezett várólistára kerülnek, hiszen azért mindig előfordulhat olyan, hogy valaki visszamondja, elköltözik, úgy alakul az élete, hogy mégsem tud jönni, tehát akkor van egy bizonyos várólista is. De ugye 25 gyermeket tudnak felvenni, gondolom, hogy ettől sokkal, de sokkal nagyobb a jelentkezőknek a száma, tehát valószínűleg itt azért... Nagyon meg kell felelni a gyerekeknek. Igen, többszörös a túljelentkezés, de
még ha valaki nem is kerül be, akkor is érdemes megpróbálni. A középiskolás programunk például nem ennyire kötött, tehát ott több gyereket tudunk fogadni, az egy kicsit szabadabb, ott klub délutánok vannak, ott egyszerre több gyerek is jöhet, hát azért ismerjük, hogy a kisgyerekekkel azért mégiscsak egy kicsit személyre szabottabban kell foglalkozni. Középiskolás programjaikba várjuk őket, éppen most volt szó az önkéntességről, jöhetnek hozzánk önkéntesnek segíteni a tanítási programok közti idő eltöltésénél. Tehát nagyon sokféle lehetőség van akkor is, hogyha ők már ezzel megismerkedtek. Nekem egy nagy félelmem, hogyha esetleg felvételt nyerne a gyermekem, akkor ezeken a két hetente szombatokon azért meg kell jelenni, ugye? Mert különben, aki várólistán van, hát hogy kerülne be, hogyha ilyen szülők vannak. Van erre egyébként így példa, hogy nem tudják vállalni a családok, vagy valahogyan, de hogy sajnos lemorzsolódik a gyerek, vagy ki kell kerülnie a programból? Hát nem ez az elsődleges. Nem ez az elsődleges ok. Tehát ezt mindenki előzetesen fel tudja mérni. Tehát ha mondjuk egy olyan gyermek van, akinek minden szombaton van foci meccse, hát akkor az valószínűleg nem fog menni. De ha egy kicsit rugalmasan alakítható minden program, akkor ez azért nem annyira vészes. Ezek nem egész évben vannak, tehát ezek a tanítási időn belül vannak, tehát akkor azért jobban tartható talán egy ilyen. De mondjuk én azt tartom ebben fontosnak, hogy a gyerekek szívesen jönnek. Tehát ők ide szeretnének jönni. Hogyha szeptemberben van a felvételi, akkor mikor tudja meg a szülő, mikor tudja meg a gyerek, hogy mikor vannak a kurzusoknak az időpontjai? Mennyivel hamarabb tudják ezt, fél évre előre, egy évre előre, meg vannak-e már az időpontok, hogy tudjanak a családok szervezni? Egy évre előre megkapják az első kurzus kezdetekor az egész évi órarendet, és természetesen a tanítási szüneteket tiszteletben tartjuk, akkor nincsen nálunk sem oktatás. Nyáron pedig ugye vannak a táborok. Már nagyon sok mindenről beszéltünk, de még azt egy kicsit így szeretném, hogyha megfogalmaznák egy-egy mondattal, hogy miért is jó MCC-s diáknak lenni, mi mindent tud fejleszteni egy-egy ilyen kurzus a gyerekekben, kinek ajánlják elsősorban? Elsősorban azoknak a kisdiákoknak ajánljuk, akik átlagon felüli kíváncsiság hajtja őket, illetve szeretik a kihívásokat, és egyébként pedig egy életpálya ívet segítünk azoknak a kisdiákoknak, akik bekerülnek hozzánk. Tehát a felsős évfolyamokon végig fogjuk a kezüket, és aztán szeretnénk továbbadni őket középiskolai programjainkba, illetve az egyetemi programjainkban. Összegezve pedig azt mondanám el, ami a Matthäus Corvinus kollégiumnak úgy, hát talán a hitvallása az, hogy ezt miért csinálja. Szeretnénk, hogyha azok a gyermekek, akik nálunk nőnek fel, a világot megtapasztalva, nyelveket beszélő, kifogástalan tudással rendelkező, tájékozott, művelt emberek lennének, akik megtapasztalják, hogy milyen külföldön az élet, a kutatás, és hazajönnek Magyarországra, és ezt a tudást Magyarország javára fordítják. Hát köszönöm szépen a beszélgetést, akkor a Fiatal Tehetségprogramba nem sokára lejár a jelentkezési határa, június 30-án, és akkor a fit.mcc.hu oldalon lehet például meglátogatni, ott van jelentkezési lap is, és lehet tájékozódni is a honlapon keresztül, hogy mi mindennel várják a diákokat. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönjük a lehetőséget. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, a köztér vendége volt Ostor Anna Mária, az MCC Székesfehérvári kirendeltség vezetője és Sándorovics Témea, az MCC Fiatal Tehetségprogramjának Székesfehérvári régió vezetője. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.